túl vagyunk a második mai szabad edzésen. Most már kezdett felszáradni a pálya, ami összességében azért jó hír, mert a holnap időmérőző nagy valószínűség szerint száraz körülmények között fog lezajlani. Az autóval meg szépen fokozatosan lépkedünk előre. Egyelőre pozitívum, hogy mind a két edzést Montero nyerte, és egyébként én is érzem a motorfejlesztő csomagnak a hatását. Úgyhogy a fő célunkat, hogy az első tízből végezzünk időmérőn, úgy gondolom, jelenlegi állás szerint teljesíteni tudjuk majd holnap, onnan pedig a futamokon bármi megtörténhet.